60 éves a Tamási Koncertfúvós zenekar, akik egy háromnapos programsorozattal ünnepelték fennállásuk 6 évtizedét. A pénteki nagykoncert után szombaton már vendégzenekarok közreműködésével kápráztatták el a közönségüket. A Fiesta pedig mit sem ér egy felvonulás nélkül, így mazsorettes felvezetéssel vonultak végig a város egy rövid szakaszán a zenekarok. Igyekeztünk olyan zenekarokkal együttműködni, akiket valamilyen szálon azért már ismerünk. Nyilván itt a régiós szinten ez jobban működik, ez a kapcsolatépítés, úgyhogy nagyon jó kapcsolatot ápolunk a Sázsi Fúvószenekarral és Karnagyával, ugyanez elmondható a Domovári Ifjúsági Fúvószenekarról, a Tabi Fúvószenekar vezetőjével vagyunk nagyon régi kapcsolatban, azt hiszem, hogy régebben vezényelt is a Tamási Fúvószenekart, meg játszott is velünk nagyon sokat, illetve van egy Tamási vonatkozású hölgy, Szavár Önit a személyében, aki a Gödi Művészeti Iskola vezetője. Igazából még a tél folyamán felkeresett, hogy van ott is egy nagyon jópofa ifjúsági zenekaruk, hogy mi lenne, hogyha csatlakozhatnának ehhez a rendezvényhez, mi pedig úgy gondoltuk, hogy nagyon szívesen vendégül látjuk őket is, úgyhogy így alakult ezek a választások. 1962 az az évszám, amikor néhány tamási polgár elhatározta, hogy létrehoz egy akkor még ritkaság számba menő úttörő zenekart. Az évek teltek, múltak, a tagok jöttek, mentek, a zenekar viszont a mai napig a város egyik fontos szervezete. Az elmúlt években munkájukat Csokonai Vitéz Mihály és Tolna megyéért díjjal is elismerték. Igazából itt most lehetőség volt arra, hogy itt a hétvége folyamán, főleg a pénteki koncert kapcsán egy nagyon-nagyon jó csapat verődött össze itt az elmúlt hónapokban. Nagyon magas színvonalat sikerült képviselni már a pénteki koncerten. Két volt karnagyunkat szerettük volna egy kicsit úgymond kitüntetni, vagy megemlékezni rájuk. Ugye itt az elmúlt évtizedek folyamán nagyon nagy munkát végzett Markovics Gábor, aki 30 évig vezette a zenekart, és sajnos nem tudott jelen lenni a koncerten, illetve Elek Péter, aki most is a Sázsdi Koncertfúvós zenekar karnagya, ő egy évig vezette a zenekarunkat, neki adtunk át egy ilyen emlékplakettet a munkásságáért, illetve neki készültük egy kis gesztussal is, elvezényelhette az utolsó műsorszámunkat is, ami azt gondolom, hogy így elég jó meglepetésként sikerült. Eléggé színesre sikerült ez a délután, mert a mindegyik zenekar egy kicsit más volt szerintem olyan szempontból, hogy van, aki egy kicsit ilyen retro slágereket játszott, van, aki inkább ilyen 2000-es évek utáni popzenébe ment bele, azt hiszem, hogy mi is egy kicsit inkább a fúvós zenekari átiratok fele kalandoztunk, úgyhogy szerintem így nagyon színesre sikerült. A vendégzenekarok egyike Sázsdról érkezett, az ottani fúvósok karnagya pedig a tamásiak számára sem ismeretlen. Így most így visszagondolva nagyon hálás szerepem volt. Egy kis gödörből sikerült a zenekart kihúzni. Itt karmesterváltás ment végbe, és megkerestek a srácok, hogy addig még valamilyen kiutat nem találunk. Közösen addig próbáljam már ezt a feladatot ellátni. Covid 19-20, azt hiszem így volt a kis munkám, és hát örömmel tettem eleget, mert nagyon régi barátság köt a Tamási Koncertfúvós zenekarhoz. Tudtam, hogy mire vállalkoztam, tehát én eleve ugye a Sázsdi zenekar karmestereként megosztottam a feladatot, és abban is egyeztünk meg a zenekar vezetőségével, hogyha találnak valami alternatív megoldást, és én már próbáltam akkor is a Balást ösztökélni, hogy mellettem azért próbáljon egy kicsit dolgozni a zenekarral, úgyhogy, és amikor már szabadjára lehetett engedni, akkor nagyon szívesen tettem. A Markovics Gabival hamarabb találkoztam, mint a Tamási Koncertfúvó zenekarral. Mi annak idején a főiskolán azt hiszem egy év különbséggel végeztünk, és ő is harsonásként bejárt az Zenőszi Főiskolára, és ott találkoztunk előtte először, és akkor onnantól kezdve elég jobb barátságba kerültem a Gabival, és többször meghívott a zenekarába kisegítőként, örömmel tettem eleget, hogyha munkámmal tudom segíteni a zenekart, úgyhogy ez már onnan datálódik, és azóta is tart.
A Tamási Koncertfúor zenekar folytatja azt a munkát, amit elődeik 60 éve elkezdtek. Továbbra is ott lesznek a városi rendezvényeken, legközelebb szeptemberben találkozhatunk a zenészekkel Tamásiban.